Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Testületi ülés Bonyhádon, változások az orvosi ügyeleti rendszerben. Csapadékvíz elvezetés Lengyelen, 2,5 km árokrendszer újult meg. 13 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, újra gondolták a költségvetési rendeletet Dombóváron. Tar KSC Szekszárd új névadó főtámogató a szekszárdi kosárlabda csapat mögött. Ülésezette a bonyhádi képviselő testület, valamennyi napirendi pontot elfogadtak. Döntés született többek között az új orvosi ügyeleti rendszerről, valamint a közintézmények fűtési szezon alatti nyitvatartásáról is. Ülésezett Bonyhádváros önkormányzati képviselőtestülete. Többek között döntés született arról, hogy a város 2024-ben is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszerhez, támogatást nyújtva az egyetemeken tovább tanuló fiataloknak. Változás lesz októbertől az orvosi ügyeleti rendszerben is. A háziorvosi ügyelet nem szűnik meg a városban, csak éjszakai ügyelet nem lesz ezentúl Bonyhádon október 1-től. Hétköznapokon 16 órától, amikor vége van a háziorvosi rendeléseknek, este 22 óráig lehet megtalálni ugyanott az Ablonciházban az ügyeletes orvosokat. És 22 órától, másnap reggel 8 óráig nem lesz már háziorvos az ügyeletben, akkor Szekszárdra kell menni. Filóné Ferenc Ibolya polgármester hozzátette, ünnepnapokon és munkaszüneti napokon 14 óráig lehet felkeresni az orvosi ügyeletet. Elhangzott még, hogy az önkormányzat a fűtési szezonban továbbra is optimalizálni kívánja az intézmények energiafelhasználását. Változás a tavalyi évhez képest, hogy tavaly ugye a három közművelődési intézményeket összevontuk, és csak részlegesen lehetett látogatni a városi könyvtárat, illetve a múzeumot, erre idén nem kerül sor. Mindhárom közművelődési intézmény a saját telephelyén a megadott nyitvatartás szerint fogja várni a látogatóit. A tanúszodának a rendje is változik. A tavalyi évben csak 8 órától tudták a tanúszodát igénybe vevő diákok az úszodát használni, ezért reggelente a bérleteseknek nem volt lehetőségük használni a tanúszodánkat. A polgármester hozzátette, ahhoz, hogy az energia megtakarítás hatékonyabb legyen, az úszoda nem csak az őszi és téli, hanem a jövő évi tavaszi szünet idejére is leáll majd. Egy éves beruházás zárult Lengyelen a csapadékvíz elvezető rendszer ünnepélyes átadásával. A 260 millió forintos fejlesztés megoldást jelent a település számára, hiszen a nagyobb esőzésekkor a faluba zúduló csapadék sokszor okozott már fejtörést. Ünnepélyesen is átadták Lengyel községben azt a fejlesztést, amely a település hatékony csapadékvíz elvezetését szolgálja. Braun János László polgármester elmondta, a 260 millió forintos beruházásnak köszönhetően 2550 méter árokrendszer újult meg. A projektre nagy szüksége volt a településnek. Lengyel domborzatai viszonyai miatt itt a csapadékos időszakban nagyon sok csapadék úgymond berohan a faluba, ugye a nagy hegyek, dombok kövezik a falut, és muszáj volt ezt a csapadékvizet elvezetni. Ezt próbáltuk megoldani, több helyen utak is azért lettek fölvágva, meg elvezetők, mert különben mindent beviszi a faluba a víz. De így, hogy több helyen próbáltuk levezetni a Hábi patakhoz, hogy ne az egész falu menjen keresztül, így remények szerint azért meg fogja fogni a nagy esőt is. Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, a 100%-ban finanszírozott projekt keretösszegének emelésére két alkalommal is szükség volt az emelkedő költségek miatt. Hozzátette, a település nem csak korszerűbb, de szebb és élhetőbb is lett a projektnek köszönhetően. Egyéves munkálatokat zártak le, ami nyilván az árkok burkolását jelentette, új hidaknak az építését a több utcában, három utcában, és sok szakaszon pedig a járdákat is sikerült felújítani, illetve teljesen újakat építeni. Ezzel nem csak azt sikerült elérni, hogy gyorsabbá, könnyebbé vált
az esővíznek vagy a hólének az elvezetése, hanem azt is, hogy a település szebb lett, esztétikusabb lett, tényleg van egy egységes utcaképe Lengyelnek. Az átadó ünnepségen elhangzott az új csapadékvízelvezető rendszer állagának, minőségének megőrzése, karbantartása a jövőben az egész falu lakosságának érdeke és feladata. Péntektől újra jelentősen csökken a benzin és a gázolaj ára Magyarországon. A töltőállomásokat figyelő oldal szerint a hét utolsó munkanapján a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is esni fog, ráadásul érzékelhető mértékben. A benzin bruttó 6, a dízel bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe literenként. 13 napirendi pontot tárgyalt a képviselőtestület Dombóváron. Az év elején betervezett beruházásokat sikeresen befejezték a városban. A járdák és a fürtér felújítása még folyamatban van. A városvezetés döntött arról is, hogy a gesztenyefák cseréje miatt kivágott, előregedett fákból származó árbevételt pedig környezetvédelmi célokra fordítják. A dombóvári képviselőtestületi ülésen 13 előterjesztést tárgyaltak csütörtökön. Fontos szempont volt a szeptemberi költségvetési rendelet újra gondolása. Ennél még jelentősebb, hogy a likviditásukat megőrizték, mondta Pintér Szilárd, fideszes polgármester. Ezen túlmenően olyan saját beruházásokat is el tudtunk kezdeni, vagy már akár be is fejezni, amelyet évelején beterveztünk. Nyilván ez is azt támasztja le, hogy gondos volt az előkészítés, és minden forintra nagyon vigyázunk. Azt gondolom, hogy a Kórház utca vasútnál befejeződik napjainkban a járda, főtér felújítása folyamatban van, Garai utcához is tudtunk saját erőt biztosítani. A dombóvári képviselőtestületi ülésen Szabó Loránd, a természetesen Dombóvárét Egyesület elnöke, ellenzéki önkormányzati képviselő, a főutcán kivágott fasor ingyenes szétosztását szorgalmazta a rászorulók között. Véleménye szerint mindenki tudja, hogy természetrombolás megy végbe Dombóváron, amit ráadásul jogszabálysértően tesz a mostani városvezetés. Osszuk ki a rászorulók között ezt a fát, hiszen 100%-os támogatású pályázatról van szó, és hogyha ebből bevétel keletkezik, akkor azt le kell vonni a támogatás kárára. Ezt a javaslatunkat ugye nem fogadták el, röhely, hiszen le fogják vonni a támogatásból, és tulajdonképpen a város így semmilyen bevételhez nem fog jutni ennek a fának az értékesítéséből. A polgármester hozzátette, az ellenzék oldaláról egy osztásra irányuló kérelem érkezett. Azt gondolom, hogy ez a gondolat ma már idejét múlt is demagó, hiszen a város vagyonát nem lehet tékozolni, és azt gondolom, hogy az a bevétel, amely ebből a fa értékesítéséből befolyik, nevesítve volt a határozati javaslatban, és hogy a környezetvédelmi alapba kerül befizetésre, és onnan lesz hasznosítva. Ezekből a fákból származó árbevételt környezetvédelmi célokra fordítják, hangsúlyozta Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Önkormányzatok nélkül nincs, nem létezhet egészségesen működő társadalom, jelentette ki a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára. Dukai Miklós felidézte, hogy az országgyűlés 2000-ben szeptember 30-át a helyi önkormányzatok napjává nyilvánította, abból az alkalomból, hogy 1990-ben ezen a napon tartották meg Magyarországon az első helyhatósági választásokat. Az államtitkár méltatta a településvezetések munkáját, kiemelve, hogy az évek során a helyhatóságok tevékenysége folyamatosan változott, de mindig megfeleltek a kihívásoknak. Az önkormányzatok egyik legfontosabb értékének az önállóságot nevezte. A NAV Tolnavár megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai október 2-a és 6-a között az élelmiszerboltokat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Ellenőrzésekre Medinán, Dombóváron, Iregszemcsén, Györkönyben és Pakson kell számítani. A TAR Kft. Lett a Szekszárdi KSC névadó főtámogatója, ezt csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be a két fél. Az együttműködéstől a partnerek kölcsönös előnyökre számítanak. A telekommunikációs vállalat egyébként 20 éve támogatja az együttest, most 3 évre írtak alá szerződést. Van-e már bármilyen mezet 46-os?
A 46-os messzámot ajánlotta fel a KSC az új névadó szponzornak. A Tolnai vármegyeszékely NB1-es, valamint az utánpótlás együttese is, így az idei bajnokságtól már Tar KSC Szekszárd néven szerepelnek majd, egészen 3 esztendőn keresztül. A Tar Kft. 2002 óta támogatja a klubot, így a szponzorok között volt már 2018-ban is, amikor a KSC magyar bajnok, majd 2021-ben, amikor az Európa Kupa 3. helyezettje lett. Az elmúlt időszakokban nem nagyon volt ilyen, mindig csak egy évre láttunk előre, és azért most egy picit tovább lehet gondolkodni, tovább lehet tervezni. Természetesen folyamatosan kisebb-nagyobb Tolnamegyei és Tolnamegyén kívüli cégek felkutatásával is foglalkozunk és dolgozunk, mert azért végleges cél, hogy akár visszakerüljünk az Euroligába is, az pedig már sokkal nagyobb pénzösszegeket követel, mint akár egy Európa Kupa vagy egy magyar bajnokság, úgyhogy az azt gondolom, hogy ez a 3 év ez egy nagyon jó dolog, hogy addig majd ugye látjuk, hogy ki mit teljesít a vállalásaiból, és hogy hogyan lehet ebből majd tovább lépni, de ez egy brutális megtiszteltetés, azt gondolom. A szekszárdi cég kommunikációját nagyban segítheti a KSC támogatása. Tar János ügyvezető tulajdonos azt mondja, az elmúlt években folyamatosan fejlődött a családi vállalkozásként működő vállalatuk. Ez tette lehetővé, hogy az idei szezontól a KSC főszponzorai legyenek. Most született meg az a döntés bennünk, és most talán mi is most jutottunk el oda a céges fejlődési szintünkön, hogy belevágjunk ebbe, és mi is egy kicsit kíváncsian és egy kicsit izgatottan állunk neki a közös munkának, mert ahogy a beszédemben is mondtam, ez egy közös munka lesz, és eddig is volt egy közös munka, de most még inkább a két csapat egymásra lesz szorulva, a KSC csapat és a Taros csapat is. Az atomerőmű KSC Szekszárd NB1-es csapata az új névvel és az új mezben először szombaton otthon lép majd pályára. A bajnokság nyitányában a Sziget-Szent Miklóst fogadják. Regionális híreink következnek. 300 milliós fejlesztés a Harkányi Gyógykórházban, modernizálták a járóbeteg szakellátás körülményeit. A pécsi baloldal hagyja elsorvadni a magyar népi kultúrát, a Fidesz létrehozna a magyar folkrollházát. Országos találkozó Harkányban vállalkozásfejlesztési szakembereket hívott a helyi iparkamara. Helyben tudják mostantól vizsgálni a Harkányi Gyógykórházban azokat a járóbetegeket is, akiket korábban Pécsre kellett beutalni. Ezt egy 300 milliós eszköz és infrastrukturális beruházás teszi lehetővé mostantól. Újabb fejlesztést valósítottak meg a Harkányi Gyógyfürdő Kórházban. A járóbeteg szakellátást modernizálták a beruházásnak köszönhetően. Egy 300 millió forint értékben történt eszközbeszerzés és építészeti jellegű felújítás. Építészeti jellegű felújításban a járóbeteg ellátás keretében a radiológiai részlegünk lett teljesen felújítva, másrésztről pedig a szénsavas kezeléseink lettek felújítva és ki is bővítve, harmadrésztről pedig a Béla jelű vagy B jelű medencénk lett felújítva. Az eszközberuházás révén pedig a radiológiai eszköz lett beszerezve, emellett kardiológiai telemetriás rendszer lett kiépítve, útrang készülék lett megvásárolva, és egyéb kisebb értékű eszközök is belettek szerezve. A harkányiaknak és a város környezetében élőknek jelent előnyt, kényelmesebb egészségügyi szolgáltatást a most átadott fejlesztés, mondja a település polgármestere. Számos olyan új vizsgálati lehetőség, mint például radiológiai, de akár más területeken is, összesen ugye 6 területet jelölt meg a kórház. Ez a mindennapjainkat, az itt élőknek a mindennapjait könnyíti meg, tehát nem kell akár utazni még Siklósra sem egy-egy kivizsgálásért, vagy Pécsre meg végképp nem, tehát itt helyben megoldható minden. Ez a helyiek érdekét szolgálja, de ha úgy nézzük, hogyha valaki idejön gyógyulni Harkányba, akkor itt egy komplex teljes kivizsgálási csomagot kaphat, ami mindenképpen alapja lehet az itt töltött gyógyulásának, vagy annak az időnek, amelyet a gyógyulására szánt. Az elmúlt 10 évben jelentős egészségügyi, gyógyászati fejlesztések zajlottak Harkányban a kormányzat segítségével, mondja a vármegyei közgyűlés elnöke. Közel 3
milliárd forintból valósulhattak meg kormányzati támogatásból olyan fejlesztések, amelyek új eszközök, új műszerek, új vizsgáló ágyak és infrastruktúra beszerzését jelentették. Ez a cáfolata azoknak a baloldali állításoknak, hazugságoknak, amelyel a baloldali politikusok rendszeresen illetik a kormányt, vagyis hogy nem fordít kellő figyelmet a magyar egészségügy fejlesztésére. Ez nem igaz. Az elmúlt 10 esztendőben a magyar egészségügy jelentős mértékben fejlődött infrastruktúra tekintetében és az orvosok, illetve az ápolók bérrendezésének tekintetében is. Arkánynak 200 éves tapasztalata van a gyógyvíz használatában, a kórház pedig több évtizedes szakmai munkával büszkélkedhet, amiknek hatásai túlmutatnak a régión, mondja a terület országgyűlési képviselője. Számítunk arra, hogy nem csak a városban, nem csak a szomszéd települések vonatkozásában, nem csak járási megyei szinten tud jól működni és szolgáltatni a kórház, hanem régiós és országos szinten is, hiszen ha megnézzük az ide látogató betegeknek a származási helyét vagy alakhelyét, akkor azt látjuk, az ország minden területéről jönnek. Azt nagyon fontos dolognak tartom, hogy ez egy az elmúlt 10 évre, ha visszatekintünk, ez egy olyan folyamat, ami egyenes arányban mindig növekszik, és minél több projektet, minél több pénzt igyekszünk idehozni a kórház fejlesztésére, azt gondolom, hogy mostanra európai színvonalat megütjük. A közfinanszírozott járóbeteg szakellátást 6 területen fejlesztették a 300 milliós pályázati forrásból. Nőgyógyászat, kardiológia, bőrgyógyászat, fizioterápia, reumatológia. Ezeken a szakterületeken hajtottak végre fejlesztéseket. A pécsi baloldali városvezetés elsorvadni hagyja a magyar népi kultúrát. A Fidesz azonban a jövő évi helyhatósági választások idején, ha győzni fog, akkor létrehozza a Magyar Folkról házát Pécsen. A jelenlegi állapotok síralmasak. A Mecsek Táncegyüttes Egyesület kénytelen most a Pécsi Kulturális Központ rossz állapotban lévő, életveszélyes épületében működését fenntartani. Barkóczi Csaba, fideszes önkormányzati képviselő a Pécsi Természettudományi Múzeum előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, Péterfi Attila kultúrpolitikáját az itt látható lepusztult állapotban lévő épület jellemzi. Bent dobozolva vannak a műtárgyak, nincs használatban a ház, az állaga pedig az idő múlásával csak egyre romlik. 2019-ben az akkori polgári városvezetés itt a Magyar Népzeneházát akarta létrehozni. Erre egyébként az itt mögöttem látható Természettudományi Múzeumnak az igencsak lerakott, leromlott épületét szánták, ahonnan a múzeumot pedig átköltöztették volna egy sokkal patinásabb épületbe, a megyeházának az épületébe. És ezt a döntést Péterfi Attila rögtön 2019-ben, ahogy hatalomra került, visszavonta. Most a Természettudományi Múzeumnak a kiállítási tárgyai úgy, ahogy visszalettek zsuppolva, onnan a megyeházáról, itt állnak bedobozolva, senki által nem látogathatók, tehát gyakorlatilag funkció nélkül itt áll az épület. Közben a táncosokat, népzenészeket kizárták az épületből. Mint ahogy a keddi sajtótájékoztatón Szabó Sándor, a Mecsek Táncegyüttes és Egyesület elnöke elmondta, kénytelenek most a Pécsi Kulturális Központ nagyon rossz állapotban lévő, esőtől állandóan beázó, életveszélyes épületében működésüket fenntartani. Mindez hozzátartozik, hogy nem csak a Mecsek Táncegyüttes, hanem számos pécsi hagyományőrző egyesület, akik a korábbi népi mesterségeket, a kézműves örökségünket, a magyar kézműves örökséget, vagy pedig a szabjavívó művészetet, a népzenét és számos egyéb népi értékünket őrizni próbálják, és ők sem jutnak megfelelő lehetőségekhez. Mi éppen ezért jelentettük be azt, hogy a korábbinál is nagyvonalúbb beruházás keretében létre fogjuk hozni Pécset jövőre, hogyha a pécsiek belénk helyezik a bizalmukat, a Magyar Folklórházát. Itt azok a magyar nemzeti értéket őrző közösségek, akik most semmihez nem férnek hozzá, egy nagyon jól használható, hasznosítható közösségi teret kapnak majd az új városvezetéstől, ha a jobb oldalba helyezik a választók a bizalmat, tette hozzá polgári oldal képviselője. Erre már csak azért, amiatt az aránytalanság miatt is szükség van, hogyha belegondolunk, hogy a legkisebb, mindössze néhány tucat főt számláló nemzetiségek is költségvetési soron 100 000-es vagy milliós támogatást kapnak az önkormányzattól, akkor kérdezzük Péterfi Attilát, hogyha ez így van, és ez egyébként rendjén van, tehát valamennyi
Pécset élő nemzeti közösség, etnikai közösség, kulturális öröksége rendkívül fontos, de hogyha ez így van, akkor hogy a város lakosságának a 90%-át alkotó magyar nemzeti közösség népi értékeit nem támogatja a városvezetés. Ez nagyon kardinális kérdés. Nem lehet, hogy a jelenlegi pécsi városvezetés a magyar népi kultúrát elsorvadni hagyja, hangsúlyozta Barkóczi Csaba a jobboldal képviseletében. A pécsi értéktárat is helyre kell állítani, tette hozzá Barkóczi. Ez volt az a bizottság, amit a pécsi értéktárral foglalkozott, majd Péter Fiatila rögtön a 2019-es alakulóülésen beszántott, ezt a bizottságot megszüntette, és gyakorlatilag a pécsi értéktárat szintén elsorvasztásra ítélte, ami azt lenne hivatott azokat a főként népi nemzeti értékeinket lajstromozni, és védelem alá, oltalom alá helyezni, amik itt a városi értékeinket hát egyfajta kiemelt szerepbe, akár első lépcsőként a hungarikum már váláshoz tehetik. Ebben komoly adóssága van Pécsnek, és éppen ezért van szükség a Magyar Folklórházára, tette hozzá fideszes képviselő. Hogyan lehet segíteni a hazai vállalkozások külpiaci esélyeit? Milyen együttműködésekkel növelhető az üzleti siker? Ilyen kérdésekkel foglalkozik az Enterprise Europe Network is, amelynek baranyai képviselője a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A Nemzetközi Üzleti Hálózat hazai tagjainak adott találkozási lehetőséget a héten Harkányban a helyi iparkamara. Érkeznek a résztvevők Harkányba, ahol a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara meghívására jöttek el a szakemberek. A 2008 óta működő Enterprise Europe Network az Európai Unió egyetlen és egyben a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózata. A helyi iparkamara is tagja ennek a hálózatnak. Európa legnagyobb üzletfejlesztési hálózatának vagyunk a régiós ügynöksége, mint Kereskedelmi és Iparkamara, és ennek a hálózatnak minden évben van egy szakmai rendezvénye, ahol a Magyarországon működő ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, akik ennek az Enterprise Europe Networknek a szakmai feladatait végzik, összeülnek, értékeljük az évet. Ugye most már a Q4-ben vagyunk lassan, tehát értékeljük, már van lehetőségünk a 2023-as évet értékelni, és természetesen elkezdjük tervezni a következő évet. Három fontos területen dolgozik a hálózat, mondja a főtitkár. Megpróbáljuk a hazai KKV-kört és annak az innovációs fejlesztési ügyeit európai szintére vinni, ezzel nem csak európai láthatóságot, de akár közös európai projekteket szervezni. És van egy nagyon fontos lába, ez az üzletfejlesztés. Bárki, aki értékesíteni szeretne terméket, szolgáltatást, vagy vásárolni szeretne valamit, vagy van egy ötlete, és ehhez szeretne európai, nem magyar, nem hazai partnereket gyűjteni, ebben a kollégák nagyon komoly, nagyon mély tanácsadási szolgáltatást nyújtanak. Rendszeresen szerveznek például nemzetközi üzletember találkozót, ahol a különböző vállalkozások egymásra találhatnak, és közösen jelenhetnek meg termékeikkel a világpiacon. A harkányi találkozóra 100 szakember érkezett az ország minden részéről. Egyébként az EU-ban 23 millió vállalkozás dolgozik, és 128 millió embernek adnak munkát. Ezeknek a gazdasági egységeknek a fejlődését, együttműködését segíti az Enterprise Europe Network is. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Testületi ülés Bonyhádon, változások az orvosi ügyeleti rendszerben. Csapadékvíz elvezetés Lengyelen, 2,5 km árokrendszer újult meg. 13 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők, újra gondolták a költségvetési rendeletet Dombóváron. TAR KSC Szekszárd, új névadó főtámogató a szekszárdi kosárlabda csapat mögött. Pénteken még frontmentes, nyugodt idő várható, a nappali órákban országszerte derült lesz az időjárás. Egész nap gyenge marad a légmozgás, az éjszaka csillagfényes, nyugodt, eseménytelen marad. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!